Ebben az évben már 17. alkalommal került sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire országszerte, mely programsorozathoz a dombóvári Földi István Könyvtár is csatlakozott. A dombóvári könyvtár, mint minden évben, most már több mint 10 éve csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz. Ebben az évben is várjuk az osztályokat, a látogatókat, az érdeklődött különböző rendezvényekre. Idén az állatok esélyei, az emberek, ifjúság, gyerekek esélyei, és a méltóság a témakör. Hétfőn a felelős állattartásról hallhattunk előadást. Ez egy országos koncepció, tehát minden évben kiragadnak egy adott irányt, egy témakört, és akkor az egész hét erre épül. A Help Dombovár Egyesületet ragadtuk ki, az állatok esélyei, nekik ugye elég küzdelmes mindennapjaik vannak. Egy felhívást is intéztünk a látogatókhoz, amikor is a késedelmi díjakat kiválthatták az olvasók kutya eledellel, száraztáppal vagy takarókkal. Az egyik előadásra a helyi új esélyközpontot kérték fel, akik örömmel tettek eleget ennek a megkeresésnek, melynek keretein belül a náluk folyó munkát is bemutatták, és felhívták a diákok figyelmét, hogy a közszolgálati munka náluk is teljesíthető. Esély az emberi méltósághoz. Ezzel a hívószóval hirdette meg ezt a programot az országos rendezvénysorozat keretein belül a dombóvári könyvtár gimnazistáknak és középiskolásoknak egyaránt. Azt a címet kaptam, hogy új esély az emberi méltósághoz, és ezt inkább tehát úgy közelítem meg, hogy az életértéke, az emberi életértéke, mert ugye ettől nagyon függ az önbecsülésünk, az önértékelésünk. Hogyha nem értékeljük magunkat, akkor mindez romokban lesz. Úgyhogy ezt szeretném majd a fiatalok szívére helyezni, hogy mennyire fontos az önbecsülés. Igyekszem olyan életből vett igaz történeteket hozni, amik engem is megérintettek, elgondolkodtattak, és remélem, hogy ez dolgozni fog bennük. Tehát tudom azt, hogy az előadás a leggyatrább kommunikációs eszköz, de a történetek azért úgy mindig megragadják az embereket. Pontosan ezt az adott témát, ami az önbecsülésünket, meg az önértékelésünket erősítik. Igyekszem a régebbi példákat, akár bibliai példákat, akár az életből vett régebbi vagy mai kortárs történeteket hozni. Miben különbözünk mi az állatoktól? Az evolúció azt mondja, semmiben. De hogyha ez igaz, hogy te és én egy talprobot majom vagyunk, akkor viszont miért van erkölcs, miért van etikett, miért tartunk be különböző életszabályokat? Miért vannak olyan egzisztenciális kérdések, hogy ezzel mindannyian szembesülünk, nem csak amikor fiatalok vagyunk, hanem idős embertől is hallottam már ilyen kérdést, halálos ágyon is hallottam már ilyen kérdést, hogy volt értelme az életemnek? Tettem valami olyat, ami általam született és nélkülem nem lett volna ezen a földön? Van méltósága az életemnek? Van értéke az életemnek? Számít az én életem? És ugye teljesen jogos a kérdés, hiszen ha belegondolsz, akkor lassan 8 milliárdan élünk ezen a földön. Tehát azért el kell azon gondolkodni, hogy ha én most ma vagyok, de holnap nem lennék, akkor föl kellene a nap? Csak föl kellene. Kérdeztem nemrég egy közösség, hogy meg ezt tőletek is megkérdezem, hogy ki az, aki tudja a szülei nevét? Ki az, aki tudja a dédszüleinek a nevét? Nyugodtan jelentkezhet. Ketten. Az elgondolkodtatott történetek rávilágítottak arra is, mennyire nem ismerjük a saját felmenőinket és a történetüket. A mai világban sokszor tévesztjük szem elől azt, hogy sosem mások véleménye a fontos, hanem a saját érzéseink. Ahhoz viszont, hogy ki tudjuk zárni a negatív kritikákat, az én képünket kell erősíteni. Tehát erre fogom kihegyezni, hogy gyakorlatilag nem azok vagyunk, aminek mások tartanak minket. Nem, még csak azok sem vagyunk, aminek sokszor mi tartjuk magunkat, mert nagyon sok vakfoltunk van, nagyon sokszor ugye sebzettség vezérelten a teljesen rossz önképben vagy énképben élünk. Ennél aktuálisabb és fontosabb témát, pláne ma, nem nagyon tudok. Nagyon fontos a családi háttér, hogy ki mit hal. Tehát nagyon sokan gyerekkel beszélgetek, akik ugye azt hallják, hogy bőled nem lesz semmi, és ha ezt elhiszik, akkor akár ez be is teljesedhet az életükben, úgyhogy én ugye, hogy mondjam, tehát a bátorításon túl tényleg olyan alapértékekre szeretnék rámutatni, amikre lehet építeni. Tehát nem egy ilyen homokvár, hanem olyan szikla alap, amire aztán lehet építkezni éntudatot, önbecsülést. A hét folyamán a Földi István Könyvtár is ingyenes beiratkozási lehetőséget kínált az ország többi bibliotékájához hasonlóan. A hét programjait Deli Orsi kerekítő foglalkozása zárta, ahol a legkisebbek és szüleik érezhették jól magukat a könyvtár falain belül.